halálos lakástűz Nyíregyházán. Kedd este gyulladt ki egy harmadik emeleti lakás a Rákóczi utcán, egy idős lakó égett benn otthonában. Csökkenés és változások, visszaesett a hazai építőipar volümene, a kormány emiatt több pontban módosította az építészeti törvényt. Végjáték, péntektől vasárnapig Nyíregyháza ad otthont az 5.-6. korcsoportos A kategóriás röplabda diákolimpia országos döntőjének. Bennégett otthonában és meghalt egy idős férfi Nyíregyházán a Rákóczi utcán. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A tűz egy harmadik emeleti lakásban keletkezett, kedd este riasztották a tragédia helyszínére a tűzoltókat, akik az oltás közben rátaláltak a lakásban élő személy elszenesedett holttestére. A balesetet feltehetőleg egy tűzhelyen felejtett étel okozhatta. A mentők már nem tudtak segíteni a 71 éves férfin, a hatóság vizsgálja a baleset okát és annak körülményeit. Az elmúlt évben több pontban is módosította az építészeti törvényt a kormány, erre azért volt szükség, mert folyamatosan csökkent az építőipar volümene. A KSH adatai alapján egy év alatt több mint 12%-kal esett vissza az ágazat teljesítő képessége. Ez különösképpen tetten érhető volt abban, hogy a rendelés szám és a lakás célú építőanyagok vásárlásai nagy mértékben csökkentek. Sok más ágazathoz hasonlóan az építőipart is utolérték a rekordmagas infláció okozta károk a tavalyi évben. Jól példázza ezt, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2022. novembere és 2023. novembere között több mint 12%-kal esett vissza a szektor teljesítő képessége. Vég József, a Vármegyei Építészkamara elnöke 35 perc című műsorunkban azt mondta, a csökkenés a tervezőkre, a kivitelezőkre és az építőanyaggyártókra is hatással volt. A múlt év az folyamatosan a rendelésállományok csökkenéséről, legalábbis az egy évvel ezt megelőző időszakhoz mérik általában, aztán évesen is ezekről szól. Tehát ilyen kedvezőtlen trendeket az építőipari vállalkozók országos szövetsége, az EVOSZ elnökének szinte folyamatosan megjelennek, de másoknak is erre vonatkozó nyilatkozatai. Úgyhogy kedvezőtlen előjelekkel futott már a 23-as év második fele is, és összességében ettől kezdve egy gyengülő építőipari teljesítményt lehet aláhúzni a múlt évet illetően. Ennek a rendelésállomány csökkenésnek aztán a 24-es évre is kihatása van. Tavaly több pontban is változott az építészeti törvény. Novemberben lépett hatályba például az a jogszabály, amely szerint a jövőben már egységes törvény vonatkozik az összes állami építési beruházásra. Azóta újabb módosításokról döntött az országgyűlés. Egyik ilyen fontos lépés, hogy a jövőben tilos lesz külterületeket belterületté nyilvánítani. Ennek környezetvédelmi céljai vannak. Az új törvény nem támogatja azt, hogy egy településen a szántóföldek és a mezőgazdasági területek újabb és újabb beruházásoknak adjanak helyet, mikor a település közepén úgynevezett rozsdaövezet vagy barnaövezetként lepusztult ipari részek vagy rossz állagú valamiféle lakónegyed, mindenféle dolgokra vonatkozhat ez. Vannak, és igenis az első feladat, hogy tárjuk fel azokat a belső és egyébként az összképet, meg a közérzetet, minden rontó belső területeket, amik alkalmasak lehetnek egy beruházás. Ott viszont mondjuk a bontás az ezzel együtt jár, tehát azért kétféle irányultsága is van ennek a dolognak, de ez a fajta ökológikusabb és a életterünket gazdaságosabban, hasznosabban hát felhasználó gondolkodásmód, ez sugárzik ebből a törvényből. Vég József hozzátette, jellemző volt még a 2023-as év második felére, hogy rendkívül lecsökkent a lakást célú építőanyagvásárlás. Többek között emiatt is, de újra mérséklődni kezdtek az árak. A kamara elnöke szerint az infláció csökkenésével és a megújuló otthon teremtési támogatásokkal az építőipar is kedvező időszak előtt áll.
Vád alá helyezték azt az anarchi férfit, aki tavaly júniusban egy kocsma előtti veszekedés során fejen ütötte ismerősét. A sértett a nagy erejű ütéstől a földre esett, a betonozott járdára zuhanva pedig olyan súlyos koponyasérülést szenvedett, aminek következtében kómába került, majd egy hónappal később meghalt. A vádlott a bántalmazás után felhívta a saját feleségét, aki gépkocsival a helyszínre ment, majd a Presszó vendégeinek segítségével a sértettet berakták a gépkocsiba, és hazavitték a saját lakására, ahová majd mentőt hívtak hozzá. Az ügyészség a vádiratban azt indítványozta, hogy a halált okozó testi sértés büntette miatt a bíróság 5 év börtönbüntetésre ítéli a vádlottat abban az esetben, ha az első tárgyaláson, az úgynevezett előkészítő ülésen beismerő vallomást tesz, és nem kéri a tárgyalás megtartását, azaz nem akar szembesülni a tanúkkal, nem kéri a szakértő meghallgatását, hanem egy tárgyaláson ez elintézhető lenne ez az ügy. Az egyre több beruházónak köszönhetően a szakképzést is egyre többen választják Nyíregyházán és környékén. 2023-ban több mint 1000 fővel nőtt a Nyíregyházi Szakképzési Centrumban tanulók száma az egy évvel korábbihoz képest. Az elmúlt évben a szakmai versenyeken is kiválóan teljesítettek az iskolák, de jól sikerültek a szakmákat népszerűsítő programok is. Felgyorsultak az ipari nagyberuházások az elmúlt években Nyíregyházán és környékén. Az egyre nagyobb számban működő nagyvállalatok jelenléte egyben azt is jelenti, hogy egyre több munkavállalóra van szükség. Erre alapozva építette ki képzési struktúráját a Nyíregyházi Szakképzési Centrum, amelynek első eredményei már látszanak. Tavaly például 1200 fővel emelkedett az intézmény iskoláiban tanulók száma. Egyre többen választják a szakképzést, és látják meg azt, hogy a szakképzésben is van karrier lehetőség, van egy lehetséges életút. A másik szempont pedig az, hogy nőtt a duális partnerünk száma, hiszen nekünk az az alapvető feladatunk, hogy itt helyben kiszolgáljuk a munkaerőpiacot, és hát ugye azt érzékeljük, hogy Nyíregyháza és térségében egyre több olyan cég van, aki munkaerőt keres. Ahhoz, hogy mi jól tudjuk végezni a munkánkat, ahhoz az kell, hogy megfelelő impulzusokat kapjunk, milyen szakemberekre van szükség, kiket képezzünk. Nagyon örömteli számunkra, hogy részt vehettünk egy együttműködésben Nyíregyházán, amely az elmúlt évben ért meg, úgy gondolom igazán, ahol ugyanis a Szakképzési Centrum, Duális Partnerek, Foglalkoztatási Főosztály, Kamara a Foglalkoztatási Paktum keretében működött együtt, és közösen azon munkálkodott, hogy tudunk egyre több szakembert kibocsájtani ezekből az intézményekből. A főigazgató elmondta, reménykeltő, hogy tavaly 135 diák kapott jutalmat kiváló tanulói vagy sportteljesítményének köszönhetően. A fiatalok a különböző szakmai versenyeken is kiemelkedően jól teljesítettek. Egyformán fontosnak tartjuk a tehetséggondozást és a hátránykompenzációt, ismét nagyon sok országos versenyeredményünk volt, sokat lehetett hallani a bánkori robot tímről, a tekert csoportról, de nagyon sok energiát fordítottunk arra, hogy felzárkóztassuk azokat, akik hátrányos helyzetűek, illetve pozitívumként mondhatjuk el, hogy a dobbantó műhelyiskolai programunk a Benchben továbbfejlődött, kiszélesedett, ez most már Tiszavasváriban és Tiszarökön is folytatódik ez a tevékenység, és ez országosan is példaértékű. A főigazgató hozzátette, az ösztöndíj rendszer is rendkívül kedvező ebben a régióban, erről is sokan érdeklődnek a felvételi időszak előtt. Nagyon sok olyan ember él, akinek meg kell gondolnia, hogy mire költi a pénzét, és nincsenek nagy jövedelmek a családokban. Nekik bizonyára hasznos az, hogy a gyerek már, amikor beiratkozott és elkezdi a tanulmányait, ösztöndíjat kap. Ez azt jelenti, hogy technikus képzésben, amikor megkezdte a tanulmányait, már havi 8000 forintot kap, szakképző iskolában pedig 16000 forintot, tehát már az ágazati alapoktatás ideje alatt is kap ösztöndíjat. Amikor pedig bekapcsolódik a szakrányi oktatásba, ha kimegy egy céghez, és ott munkaszerződést köt, szakképzési munkaszerződést köt, akkor ott már 100 000 és a fölötti 150 000 forint körüli összeget is keresett, attól függően, hogy az adott cég ahol van, hogy áll, és milyen juttatásokat tud még emellé tenni.
Gurbáni Pap Mária kiemelte, még a tavaly szeptemberben első alkalommal megrendezett szakmafesztet, a város központi helyszínén egy látványos bőrzét alakítottak ki, ahol munkadók és szakképző intézmények mutatkoztak be különböző kulturális műsorok kíséretében. A pozitív visszajelzések hatására az eseményt várhatóan a következő években is megrendezik. A boldogságóráknak köszönhetően sokkal kevesebb az évismétlés Encsencs, Penészlek és Nyírvasvári általános iskoláiban. Ezeken a településeken több mint 300 tanuló részesül az innovatív élménypedagógiai képzésben. A Jobb veled a világ alapítvány boldogságóra program sok esetben új lendületet ad az iskolában tanító pedagógusoknak is. Ahhoz, hogy egy intézmény megkapja a Boldog iskola vagy óvoda címet, legalább egy olyan pedagógusuk kell legyen az intézményben, aki elvégezte a Jobb veled a világ alapítvány boldogságóra képzését. Az intézményeikben majd minden tanár részt vett ezeken, a többnyire akkreditált képzéseken. Ezek a gyerekek szeretnek iskolába járni, ami azért fontos, mert manapság inkább otthon lennének, és az okostelefonokat néznék, és interneteznének, tiktokoznának, ha tehetnék éjjel-nappal. Viszont azok a gyerekek boldogságórán vesznek részt, azok szeretnék és akarják is, hogy minél tovább legyünk iskolába, játszunk azokat a feladatokat, amiket a boldogságóra tematikája előír, illetve segítségnyújtásként adja a számukra. Olyan játékos feladatokat kapnak, amin keresztül nő az önbizalmuk, az emás iráti felelősség tudatuk, a szeretetük, úgyhogy mindenképpen csak a pozitív oldalát tudjuk megerősíteni mi is, és most már a gyerekek is, akik akár 4 éve vesznek részt ebben a programban. Penészleken és Encsencsen 240 általános iskolás, javarészt hátrányos helyzetben lévő tanuló vesz részt a foglalkozásokon. Olyan témákat dolgoznak fel, mint hála, az öröm, a megbocsátás vagy az optimizmus. A boldogságúra feladatai nagyban segítik a szülő-gyermek kapcsolat otthoni ápolását is. Vannak olyan feladatok is, hogy például a boldogságórán keretek belül a hálaadás, és olyankor vagy levelet, vagy képeslapot, vagy rajzot, vagy verset kell készíteni, és nagyon sok esetben a szüleiknek készítenek a gyerekek a tanítási óra keretén belül, és amikor hazamennek, akkor boldogan átadják azt a rajzot, vagy akár azt a verset, amit ők maguk készítettek hálaadásképpen a családjuknak. Hajdú Henrietta tanulót is jelölhetett boldogság nagykövetnek. Berna Bianca maga is vágyott erre a címre, mivel 3. osztályos kora óta vesz részt a programban, és nagyon élvezi ezeket az alkalmakat. A boldogság óra keretében nagyon sok diák van, itt például az egész iskola. 3. korom óta járok erre az boldogság órára, és azóta nagyon sok jegy javult, nincsenek bukások. És az osztály így együtt lehet, sokat nevetünk, megbeszélünk mindent, és így sokkal jobban összekovácsolódik így az osztály, meg így az egész iskola. A boldogságórák célja nem az, hogy problémamentes életmodellt állítson a fiatalok elé, hanem hogy utat mutasson az óvodásoknak, iskolásoknak, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal. A gyerekek eszköztára bővül a tekintetben, hogy hogyan oldják meg a problémáikat, valamint lehetőséget ad a testi-lelki egészségük megtartásához. Több mint 60 ember munkája kellett hozzá, hogy elkészüljön a geszterédi aranyszabja rekonstrukciója. Ötvös, cizellőr, régész, restaurátor, fafaragó, bőrműves és fegyverkovács is dolgozott rajta közel 5 éven keresztül. A végeredményt pedig most a Kállai gyűjteményben lehet megtekinteni március 2-ig a Geszterédtől rakamazik című időszaki kiállítás részeként. A Felső-Tisza vidéke különleges régészeti szempontból. Szabolcsban és a Bodrog közben olyan gazdag férfi sírokat lehet találni, ami a Kárpát-medence más területén sehol nincs. Itt rangjelző tárgyakkal temették el a honfoglaláskori férfiakat. Mint például az aranyozott ezüst veretes öv, a tarsolylemez, szintén aranyozott ezüst lemezből, az aranyozott ezüst veretekkel díszített íjtartó tegez, illetve végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, az aranyszerelékekkel vagy aranyozott ezüst lemezekkel díszített szabják. Most mindezek alapján úgy tűnik, hogy ezek a férfiak a 10. század első felében uralkodott magyar nagyfejedelmek katonai kíséretének a vezetői lehettek, és ezek a tárgyak, amiket az előbb említettem, az ő rangjukat, méltóságukat fejezte ki, jelezte a külvilág számára, tehát ha valaki rájuk pillantott, azonnal tudta, hogy kiről van szó. Ilyen aranyszabját 2 helyen, Rakamazon és Geszteréden találtak. Utóbbi lett a leghíresebb, ez látható a Kállai gyűjteményben.
Minden részlete pontosan ugyanolyan nemes anyagokból készült, mint az eredeti, ezért rekonstrukciónak és nem másolatnak nevezik. Ennek elkészítése 62 ember munkáját igényelte 5 éven keresztül, végül 14 millió forintból készült el. Eszmei értéke azonban jóval több, 40 millió forint. Ez a kiállítás úgy jött létre, hogy a Geszterédi Aranyszabja Társaság alapítványa ajándékozással fordult a József András Múzeumhoz, hiszen felajánlották ajándéként ezt a gyönyörű szép aranyszabját. Ez múlt hét szerdán aláírásra is került ez az okirat, és ezzel a tulajdonába került a múzeumnak, és úgy döntöttünk, hogy a Magyar Kultúra napján kiegészítve 8 darab tarsolylemezzel, ez a nagyvilág előtt is bemutatkozik. Az 1927-ben Disznó Konda által kitúrt aranyszabja nem csak nemzetközi szinten fontos leletanyag, a geszterédieknek is egy jelkép. A település lakóinak gondolom ugyanazt jelenti, mint ahogy nekem is, amikor ez ki mondjuk, hogy Geszteréd, akkor mi nekünk a szívünk összeszorul. Amikor meglátjuk a feliratot, akkor is összeszorul a szívünk, de viszont most az aranyszabjával egy nagyon-nagyon hosszú évtizedes emlékeztetés jutott az eszünkbe, mert volt egy tanár, aki nálunk minden évben elmondta az aranyszabja történetét, és mi csak hallgattuk állítattal, de most ez valójában megvalósult a rekonstrukciója, és azt hiszem, hogy mi a múltunkra büszkék vagyunk, és itt csak a hálámat és köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik hozzátettek bármit is. A Geszterédtől rakamazik című kiállítás március 2-ig látható a Kállai gyűjteményben. A tervek szerint ezt követően bejárja a megyét, majd az ország különböző múzeumaiban lesz látható időszaki kiállítások formájában. És az sem kizárt, hogy országhatáron kívülre is viszi a honfoglaláskori magyarok hírét. A Kállai gyűjtemény következő kiállítása az idén 80 éves holokauszt emlékére nyílik majd március közepén. Három napon keresztül pattog majd a röplabda a nyíregyházi Bemiskola csarnokában és a Continental Arena küzdőterén. Péntektől vasárnapig ezen a két helyszínen rendezik meg az 5.-6. korcsoportos A-kategóriás diákolimpia országos döntőjét. A fiúknál a nyíregyházi Széchenyi István Technikum és Kollégium, a lányoknál pedig a nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium csapata képviseli Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét. Legutóbb 2018-ban adott otthon diákolimpiai országos döntőnek Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, akkor a 4. korcsoportos összevont labdajátékok fináléját rendezték meg több helyszínen. A hétvégén 5.-6. korcsoportos A-kategóriás röplabda csapatok érkeznek Nyíregyházára, hogy eldöntsék az érmek és a helyezések sorsát. A lányoknál és a fiúknál is 8 együttes lép majd pályára. Nagyon örülök annak, hogy több év után újra országos döntőt tud rendezni a vármegye. A Magyar Diáksport Szövetségnek a pályázati felhívására jelentkeztünk még tavalyi évben, így nyertük el a döntő megrendezésének a lehetőségét, az előkészítés akkor elkezdődött, az MDS-nek az országos és a debreceni szervezet elnézést, illetve a Nyíregyházi Szakképzési Centrum tankerület nagy segítségünkre volt, illetve maga a két lebonyolítási helyszín, hiszen a Nyíregyházi Continental Arénában és a Bem József Általános Iskolában kerül megrendezésre a verseny. Az előkészületek hál' Istennek zökenőmentesen haladtak, így el tudom mondani, hogy a játékosoknak, csapatoknak, csapatvezetőknek mind a szállása, mind az étkeztetése biztosított. A fiúknál a nyíregyházi Széchenyi csapata képviseli a vármegyét. Az iskolában 5 éve foglalkoznak röplabdával. Az Imre Győző által irányított együttes budapesti, szolnoki és kecskeméti rivális ellen lép pályára a csoportmeccseken. Ahogy nézegettem a csoportot, azt nem mondom, hogy gyenge a csoportunk, de kaphatunk volna erősebbet is. Hát azért a nagymúltú egyesületek az utánpótlás csapatait elkerültük, itt például a Kapusvárra gondolnék. A csoportban az lesz a célunk, hogy minél masszívabb játékot tudjunk nyújtani, és az erős ellenfeleinket is meg tudjuk szorongatni. Nyilván itt abban gondolkodom, hogy szetteket, pontokat kell rabolni az ellenfelektől, és ha tudunk, akkor egy-egy bravó győzelmet is. A vasvári csapata évtizedek óta részvevője az országos döntőknek. 2017-ben Nyíregyházán Szekér Lászlóné irányításával aranyérmet szerzett az akkori együttes. Azóta egy újabb elsőség mellett rendre a legjobb 4 között végeztek a vasvárisok. Ezúttal budapesti, jászberényi és békéscsabai ellenfelek várnak a csoportban a nyíregyházi lányokra.
Az, hogy Nyíregyházán van, én nagyon bízom benne, hogy ez egy plusz motivációt ad a csapatnak, hiszen itt lesz majd az iskola, a tanulói szurkolnak, a szülők, a klubvezetés, a barátok, és ez nekünk egy pluszt kell, hogy jelentsen. Jók a csapatok, nehéz a csoport, de a másik sem könnyű, hiszen a nagy kluboknak az utánpótlásai, akár a Vasas, a Békés Csaba, persze a Nyíregyháza, mi mindent meg fogunk tenni a négy bekerülésére, és ott majd még jobban küzdünk, hogy hát ha összejön egy érem. A Széchenyi pénteken 10:30-kor a VEM csarnokában, a Vasvári ugyanabban az időben a Continental arénában kezdi a tornát. A fiú és a lány döntő is vasárnap 13 órakor kezdődik a Continental arénában. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Tragikus tűzesethez riasztották a tűzoltókat kedd este Nyíregyházán a Rákóczi utcán. A tűzoltók munkavégzés közben egy férfi elszenesedett holttestét találták meg, a balesetet feltehetőleg egy tűzhelyen felejtett étel okozhatta. A mentők már nem tudtak segíteni a 61 éves férfin, a hatóság vizsgálja a baleset okát és annak körülményeit. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint egy év alatt több mint 12%-kal esett vissza a hazai építőipar volümene. Ez különösképpen tetten érhető a rendelések, valamint a lakás célú építőanyagok vásárlásának csökkenésében. Az ágazat mindeközben több területen is megváltozik, a közelmúltban több pontban módosította az építészeti törvényt a kormány. Péntektől vasárnapig Nyíregyháza ad otthont az 5.-6. korcsoportos A kategóriás röplabda diák olimpia országos döntőjének. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét a fiúknál a nyíregyházi Széchenyi István Technikum és Kollégium, a lányoknál pedig a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium csapata képviseli. A mérkőzéseket a BEM iskola csarnokában és a Continental arénában játsszák majd a csapatok. Január 24-én szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, mindjárt jön az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is jelentkezünk majd. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Csütörtökön hajnalban felhősödés veszi kezdetét, délelőtt erősebb, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Délutántól elvétve záporokra, egyes helyeken akár hózáporokra is számítani lehet. Napközben a hőmérséklet 4 és 7 fok között valószínű.